Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a harmadik Linux rendszer gazda meetupom. Én Czakó Krisztián vagyok. Akkor kezdem én azzal, hogy én miért, illetve nem is azzal, hogy miért, hanem egy picit bemutatnám a Debiant, azzal kezdeném, ami hát sokban kapcsolódik majd az Ubuntuhoz, de nem szaladok ez ügyben előre. Tehát a Debian az egyik, ha nem a legrégebbi Linux disztribúció a ma népszerűek közül. Igazából, ha visszagondolok a Linux hőskorára, tehát a 90-es évek eleje, 93-94, ugye a Linux 91 végén született, igazából 92-nek szoktuk mondani a születési dátumát. Ehhez képest a Debian 93-ban alakult, tehát elég fiatal. Ugyanebben az időben tartozik egyébként a Red Hat, és a ma már viszonylag a futottak még kategóriába sorolom, én legalábbis nem nagyon látom, az a Slackware. Tehát ő volt az egyik legősibb disztribúció, emlékszem, amikor ilyen 30 darab floppy-ról telepítettünk Slackware-t, és két nap volt a alaprendszer telepítése, utána jött a kernel fordítás újabb két nap, és ha nem jól konfiguráltam a forráskódját a kernelnek, akkor két nap kezdődött előről. Tehát ez ugye a 93-94-es időszak, és a Debian is itt kezdte a pályafutását. Ugye Ian Murdoch alapította 93. augusztus 16-án, és nem tudom ki az, aki tudja, hogy a név honnan származik, mondjuk könnyű meg lehet nézni a Debian oldalán, amúgy a feleségét Debrának hívják, őt Iannak, ebből a Deb és Ian lett összepárosítva, ebből lett a Debian név. Szokásos elnevezés, ember az életéből keres valami nevet, szerintem teljesen jó. Azóta már mindenki a Debian névről a Linux egyik legnagyobb Linux disztribúciót tudja. Aztán gyorsan egy picit végigszaladva, ott nem teljesen felolvasva, csak a fő dolgokat kiemelve a verzióknál. Az 1.0 nem jelent meg, az egy egyszerű baki volt, hogy egy újság kiadott egy Debian 1.0 CD-t, ami egy teljesen béta fejlesztői állapota volt akkori Debiannak. Ilyen 0 pont akárányos verziók voltak még egyébként korábban, tehát 93-tól 96-ig nem volt csönd, hanem jöttek ilyen 07, 08, stb. Klasszikus Linux verziószámok. Én ezekkel kevésbé foglalkoztam, ott az a hőskora volt kvázi a Debiannak, így az 1.0 nem jelent meg, és aztán az 1.1-től kezdték elnevezni, nem tudom ki az, aki tudja, hogy a Debiannak a különböző kódnevei honnan származnak, ez a Toy Story, így van, köszi. A Toy Story-nak a különböző figuráiról kapja mind a mai napig a nevét az egyes kiadás, az egyes különböző verziók, az 1.1-es ennek megfelelően a Buzz volt, mint talán azt hiszem, ha jól emlékszem, a főszereplője a Toy Story-nak, legalábbis az első résznek, de talán a továbbiaknak is, annyira nem vagyok képben Toy Story ügyben. Az első részt biztos láttam. Na, és így jöttek tovább. Ha megnézed, akkor eleinte viszonylag gyorsan jönnek a kiadások, 1.2, 1.3, ez még egy éven belül, 96. június, 96. december és 97. június, tehát 1.3 a bóig eljutunk egy év alatt. És én azt gondolom, hogy ha valaki elkezdett debiánozni, az 90% eséllyel ebben az időszakban a bóval kezdte. Tehát az volt az a verzió, ami igazából azt a tömegsikert hozta a Debiannál, amitől ismerté vált, és egész komoly mennyiségben kezdték használni. Aztán hát a 2.0 HAM az már egy jó nagy fejlődés volt, ott ha megnézed, újabb egy év telik el a következő kiadásig, és a Debian ütemez mai tempójához képest még mindig iszonyú gyorsan jönnek a különböző verziók, mert ahogy megyünk tovább, 99. március, nincs egy év a következő a Syncig, a Potato az 2.2. 2000. augusztus, ott már több mint egy év, és utána elkezdődik a 2-3 éves ciklus, és egyébként ez a legfőbb baj a Debiannal, hogy nem tervezhető kiadási ciklusa van és támogatási ciklusa, de erről majd még beszélek. És akkor így jött tovább, most tartunk ott, hogy a 8.0 az már fagyasztott állapotban van, tehát jó, ugye fagyasztottban van már, jól rémlik, vagy most lesz még csak abba. Mindegy, a telepítője az már biztos, hogy kész, illetve hogy már csak hibajavításoknál tart, tehát jó eséllyel a 8.0 talán idén megjelenik. De nincs a Debiannál fix kiadási dátum. Ebben nagyon nagy mértékben eltér azon disztribúcióktól, amik valamilyen szinten kereskedelmi settek, vagy arra épülnek, ezekről majd a
Többi előadó fog beszélni, hogy hogy kapcsolódnak különböző kereskedelmi cégekhez és kereskedelmi Linuxokhoz a többi disztribúció. A Debian nem, soha nem tartozott kereskedelmi céghez és most se, hanem teljesen közösségi fejlesztésű rendszer. Ennek megfelelően akkor kerül kiadásra egy új Debian verzió, amikor kész van. Ez nem mindig annyira jó, amikor üzleti környezetben akar rendszert használni az ember. Na mindegy, tehát itt tartunk. Ami különösebben érdekes az, hogy alapvetően a támogatási időszaka úgy nézett ki, hogy amikor megjelenik a következő verzió, ott még utána egy fix ideig, ha jól emlékszem, egy évig kapott frissítést az előző verzió. Biztonságit, csak semmi más. Tehát hibajavítás és biztonsági frissítéseken kívül soha nem kap a Debian más frissítést. Ki van adva, attól kezdve csak javítás, és amikor jön a, ugye régen voltak ilyen pont 1-2 stb. Fő kiadások, most már ha nézed a 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, ott nincs már a 0 helyett más. Természetesen most 7 pont hol tartunk, 7.3, 7.4, valami ilyesmi környékén, fejből nem tudom, az gyakorlatilag csak azt jelenti, hogy a 7.0 megjelenése óta ami elkészült biztonsági és egyéb hibajavítások és az updates, meg security, meg stb. Helyekről származó csomagtárolókból jöttek, azok integrálásra kerültek a rendszerbe, és a telepítő CD-be benne vannak, nem kell a telepítés után föltenni. Kvázi mondjuk a Windows-os világban ott van olyan service pack stílusban össze lett rakva a rendszer, és abból telepítheted. Úgyhogy ez van. Ami különleges volt, hogy amikor a Squeezie-nek lejárta támogatási ideje, akkor úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják, és kiadták a Squeezie LTS-t, ami egy teljesen szokatlan újdonság volt a Debian környezetében. Tehát a Squeezie megjelenése után, amikor jött, hogy oké, akkor a Squeezie 6.0-át kukázzuk már, hogy nincs tovább frissítés hozzá, akkor igazából olyan szinten volt elterjedt és tömegesen használt a 6.0, hogy volt rá nagy igény és megcsinálták. Van egy külön csomagtároló, tehát nem ad, tehát ha az van egy sima Squeezie-d, vigyázz, az nincs frissítve. Van a Squeezie LTS, ami egy külön verzió, külön csomag APT-szószokkal működik, és ott kapsz hozzá biztonsági frissítéseket még. Azt ugye meghosszabbították összesen 5 évre, tehát megjelent a Squeezie 2011. február, lejárt a támogatása 2014. február, ugye, hogy van, mert március, 2014. márciusban járt le, mert 2013. márciusban jött az új verzió, és akkor azt mondták, hogy ráhúzunk még 2 évet biztonsági frissítések. Na ez az LTS. Én kezd így a Debian ebbe az irányba menni, hogy azért ezek a bizonytalan kiadási ciklusok, és nem kellően hosszú támogatási idő, ez üzleti, meg nagyobb környezetekben problémát tud jelenteni. Hozzátéve, hogy ez még mindig pici, a legnagyobb Linux kereskedelmi verziók 10 vagy akár 13 évre meghosszabbítható kereskedelmi támogatásához képest. Tehát ez egy közösségi rendszer. Na, ennyit a történelmi és az alapoktól, és akkor gyorsan egy pár szó arról, hogy mit is kapunk a Debiantól. Mi az, amiért én szeretem, de erről is majd még egy pár szót külön. Ami különösen jó benne, hogy nagyon jó minőségi csomagok vannak. Egyrészt maga a csomagkezelő, a Deb, az a Debian fejlesztése. Tehát abszolút saját csomagkezelője van. Egy hihetetlenül jól össze van rakva a függőkészségkezelője, az összes csomagkezelő, tehát a DPKG program is, ami az alap, egy APT, a D-Selectet hagyjuk, az annyira nem volt jól összerakva, de eleinte az volt. APT aptitűd és az erre épülő összes különböző programmal nagyon jól lehet kezelni. Maga a csomag felépítés egy nagyon jól kitalált dolog a függőségeivel, a visszamenő függőségeknek az ellenirányú tárolásával az adatbázisba, hogy egy adott csomag azért került föl, mert valaminek a függősége volt, ha azt a valamit eltávolítom, akkor utána felajánlja a rendszer, hogy azt is távolítsam el. Csöndben mondom, de itt RPM szakértők majd, vagy JUM szakértők majd megcáfolnak, ha akarnak. Közben lehet szólni nyugodtan cáfolatként, de az emlékeim szerint a JUM a mai napig ezt nem tudja, csak akkor, ha az eltávolításkor eleve ezt kérem. Nincs tiltakozás. Jó. Oké. Aha, jó, itt is kérni kell, csak itt, amikor eltávolítottam mondjuk az Apache-ot, és fönt volt mondjuk az Apache utils miatta, akkor fölajánlja, írja, hogy az Apache utils már fölöslegesen van fönt, mert már csak függőségként volt fönt, és már nincs rá szükség.
és akkor kell egy külön parancsot kiadjak, de bármikor kiadhatom ezt a parancsot, míg amikor egy CentOS-en Yum-mal távolítok el, ha ott nem mondom, hogy és a függőségeket is vigye le, ami amiatt kerül csak föl, akkor soha nem tudom már leszedni utólag. Portent csomagkezelés, abban még, tehát még mindig, tehát ilyen apróságok miatt szeretem. Tehát egyébként, ha ugye az ember föltesz csomagokat, eltávolít csomagokat, akkor előbb-utóbb egy csomó szemét lesz a rendszeren, ami függőség miatt fölkerült. Tök fölöslegesen. Ezeket gyönyörűen lekezeli. Aztán a másik szép dolog benne az, hogy egy gyönyörű ökoszisztéma alakult ki körülötte. Tehát jött hozzá ugye az Ubuntu, arról majd beszélek külön, aztán a Linux Mint, arról majd Kami beszél külön, ami Debianhoz is jött, meg Ubuntuhoz is jött, tehát az Linux Mint az egyszerre Debian és Ubuntu származik, majd Kami elmondja miért. És egyébként, ha valaki megnézi, neten van gyönyörű táblázat, hogy milyen származékai vannak a Debiannak, akkor nagyjából, ha nem zoomolsz rá egy Full HD monitoron, akkor nem látod a betűket, olyan aprók. Tehát ilyen mennyiségű származékai vannak a Debiannak különböző. Ezek jobb-rosszabb, különböző kísérletek, de nagyon, nagyon nagy rendszer van. És a másik, mint mondtam, közösségi fejlesztés. Az egész, a gyönyörű, hihetetlen jó közössége van a Debiannak, a Debianos levelező listákon, általában meg fórumokban rettentő sok segítséget kapsz. Talán ez az egyik olyan Linux disztribúció, ami világszinten is a legjobb közösséggel, vagy az egyik legjobb közösséggel rendelkezik, mert több idén is nagyon jó közösségek vannak, de én nagyon szeretem a Debianos közösséget ez ügyben. És konkrétan a teljes rendszer fejlesztése és közösségi alapon történik. Egy hihetetlenül demokratikus szervezet, ami a Debian mögött van. Igazából sokan szeretnék, ha a világon sok kormány, illetve hogy állam tanulna abból a rendszerből, ahogy a vezetőit kiválasztja a Debian. Demokratikus vezetőválasztás van, de hogy nem azzal a rendszerrel, amit megszoktunk a politikában, és most nem magyar politikáról beszélek, bármiről majdnem a világban, de teljesen, hogy egy amerikai, egy német vagy egy magyar választási rendszert nézünk, abban vannak olyan hiányosságok, amik miatt ugye az emberek, vélemények, szavazatok vesznek el, ezt tudjuk, mindegy, ez politika, így részletek választási rendszer. Na, a Debiannál kitalált rendszer ebből a szempontból az egyik legjobb, amit ma ki lehet találni. Tehát nagyon-nagyon vigyáznak arra, hogy tényleg mindenki szóhoz jusson, és abszolút nem egy fizetett állást nyersz meg akkor, amikor Debian projekt vezető leszel, hanem egy jó sok munkával járó közösségi állást. Így is rettentő sokan szeretik. És minden csomagot magánemberek, tehát emberek csinálnak, nem egy cég rakja össze, hanem minden csomagnak megvan a maga felelőse. Ha belenézel egy dev csomagba, akkor ott van, hogy ki azért a felelős, hogy az a csomag jó legyen. Aztán, ha ő megunja, akkor bemegy a közösbe azzal, hogy akkor itt van egy magára hagyott árva csomag, valaki vegye át a karbantartását. Tehát így működik az egész dolog. És akkor, amit már említettem, a kevésbé jó tulajdonságai, az a kiszámíthatatlan kiadások és a kiszámíthatatlan életciklus. Ugye az életciklus úgy néz ki, hogy az adott következő stabil verzió megjelenése utáni egy évig van támogatva az előző. Na most, ha kiszámíthatatlan a kiadási ciklus, kiszámíthatatlan lesz az életciklus is. Ebben a Squeezy, tehát a 6.0-nál jött annyi könnyebbség, hogy az kapott egy fix kitelt határidőt, és ott elértük az 5 évet, de egyébként ugye ilyen két évente jön nagyjából, tehát ilyen 3 éves életciklusa van egy Debian kiadásnak, ami kicsit csekély a mai elvárásokhoz legalábbis üzleti helyeken, de egyébként meg a rendszer frissítése az nagyon könnyű. Jó, igen, azt már mondtam, hogy a kiváló minőségű csomókat imádom benne, és ide tartozik egyébként az egészhez a frissíthetőség, itt a listában ugyan egy kicsit később van. Kiadások közötti frissíthetősége is a Debiannak nagyon jó. Tehát amikor elkezd az ember, nem is tudom, vannak olyan szervereim, most hol is kezdtem telepíteni őket, de valahol ilyen 3.0, 4.0 környékén telepített rendszer, ami most 7.0. Újra telepítés nélkül. Úgy, hogy a funkcionalitása végigment. Jó, nyilván amikor jön egy olyan update, ami jelentős konfigváltást igényel egy szoftvernél verzióváltás miatt, azt megcsinálja az ember,
de alapvetően újra telepíteni gyakorlatilag nem kell, nagyon jól fönntartható. És ez viszont azért sokat kompenzál azon, hogy mondjuk 3 év után, vagy gyakorlatilag a 2 évente jön egy új, akkor előbb-utóbb úgy is beállsz arra, hogy 2 évente frissíteni kell. Egy teljes disztribúciós upgrade, általában egy nem nagyon extrém komplikált Debianon könnyen és zökkenőmentesen lemegy, hozzátéve, hogy oda kell figyelni a dolgokra, mert mindig megvannak azok a csomagverzió váltások, amik problémát tudnak okozni. Tehát sose éles rendszeren kezdesz kipróbálni, de ez bármilyen más Linuxra is igaz. Jó, a DevConf rendszerről már beszéltem, hogy a függőség és a árva csomagkezelése az zseniálisan jól megvan oldva. Gyors összehasonlítás, aztán a végén úgy is beszélgetünk róla, ugye az RPM rendszer, amit a Red Hat csinált, majd más kollega arról beszél, hogy hogy működik, de egy alap logika, hogy ott file szintű függőség van, itt meg csomag szintű függőség van. Ugye jól mondom, még mindig file szintű a függőség, már nem teljesen változott. Jó, majd akkor bővítik a dolgokat, de az alap onnan indult valaha, itt viszont konkrét csomag vagy virtuális csomag függőség van. A virtuális csomag az, amikor nem konkrétan egy dologot, hanem mondjuk az a csomag neve, hogy webserver. A csomag, és nyilván webserver az Nginx, az Apache, a Lighty, és mindegyiknek a virtuális neve az, hogy ő webserver, nem azt hiszem HTTPD vagy valami ilyesmi a virtuális neve, de mindegy, a logika, a lényeg belőle az, hogy amikor van egy olyan szoftverem, aminek kell mögé egy webserver, ő nem azon fog függeni, hogy neki egy Apache kell, hanem azt fogja mondani, hogy neki egy webserver kell. És van egy alapértelmezett webserver a Debianban, mondjuk az Apache, akkor ha nem mondok mást, fölhúzza magával azt. De ha én már telepítettem előtte egy Nginx-et, akkor nem fog rám erőszakolni egy Apache-ot, mert ő azon múlik, hogy ő webservert akar maga alá. Ennyi, így röviden, tömören a technikai érdekessége, ami miatt én szeretem ezt a csomagkezelő rendszert. Megbízhatósága, amit szintén szeretek. Tehát Debian rendszert összeomlani viszonylag keveset látok. Sok más Linuxot is egyébként, de hogy, tehát ez nem azt mondom, hogy ebben jobb, mint a többi, hanem ebben nagyon jó. Más Linux disztribúciót is tudok mondani, ami megbízhatóságban nagyon jó, mind biztonságilag, a biztonsági frissítések nagyon gyorsan jönnek hozzá, ebben is nagyon jó a Debian, a közösségi kezeléssel együtt, sőt, valószínűleg inkább ezért, klasszikus open source modell, sokkal könnyebb jól gyorsan reagálni egy közösségnek, egy tömegnek, mint egy cégnek. Úgyhogy hosszú távon jól lehet ráépíteni, és ezt nagyon szeretem. Na és akkor az Ubuntu. Az Ubuntu az Debian származik. Tehát ezért volt hosszú mese Debianról, rövid mese Ubuntu-ról. Az Ubuntu is a Debianból származik. Nem csak a Deb csomagkezelőt használja, konkrétan a Debian csomagokból építkezik. Oké, hogy se újra fordít, meg újra tehát fejleszt, sok mindent ad is vissza ennek megfelelően a Debian projektnek. Tehát nem egy élősködésről van szó, hanem nagyon is dolgoznak vissza a Debian projekt felé ezek a fejlesztők. Az Ubuntu egy kereskedelmi cégnek a terméke. Ezt nagyon fontos tudni. Van egy Canonical nevű cég, majd egy pár szót ejtek erről is, hogy honnan is származik az Ubuntu. Tehát ez egyik legjobb Debian származék. Ki az, aki használt már Ubuntut? Aha, oké, köszi. Akkor erről sokat nem kell beszélnem. Alapvetően desktopra készült, az volt a cél, hogy összerakjanak egy olyan Debian alapú oprendszert, ami könnyen, gyorsan föltelepíthető átlagembernek odaadható, mert a Debiannak azért ez nem volt az erőssége. Debian kiváló szerver rendszer, de desktopra nem volt az igazi. Ma se. Nem is a célja. Van benne Gnome KDE, stb., csak meg lassan fejlődik. Tehát egy desktopnál, főleg egy hardcore Linux user utálja a 2 éves csomagokat. Tehát az olyan elavult, mintha most valaki Windows 95-öt telepítene. Az a 2 évvel ezelőtti Debian, úgy értem. Tehát az nem, arról szó se lehet. Na, erre adott választ az Ubuntu azzal, hogy a fél évente új verzió van. Ettől kezdve fél évente frissített, na ez már megnyugtatja. Ki az, akit nem nyugtat meg a fél évente, negyed évente szeretne? Jó, oké. Okay. Jó, zseniális. Na, mindegy, fél évente kapsz egy vadonatúj rendszert. A stabilitásán lehet vitatkozni. Nem kell vitatkozni. Tehát vannak nyilván
egy ilyen tempójú kiadásnak megvannak a hátulütői. Ezért az Ubuntu-ban van egy LTS változat, amit jobban kitesztelnek egy picit előtte, két évente kapsz belőle csak újat, és hosszan támogatott, tehát 5 évig. Azért tessék odafigyelni arra, hogy az Ubuntu-nak vannak sokféle tárolói. Van... Hoppá. Gondoltam, fölveszem és beszélgetek vele. Jó. Na. Az Ubuntu-nak vannak különböző tárolói. Hosszan támogatott Ubuntu, csak akkor hosszan támogatott, ha main tárolót használod. Pont. A Multiverse, Universe, Country, meg egyéb tárolók nem hosszan támogatottak. Jó? Csak mielőtt valaki azt hiszi, hogy neki egy hosszan támogatott Ubuntu-ra épülő rendszere van, csak Multiverse-ből telepített bele csomagokat. Na, ahhoz nem fog biztonsági frissítést kapni, elég hamar. Úgyhogy tessék erre odafigyelni. De ha a main tárolót használod azért, és a legtöbb funkcióra bőven elég, akkor egy hosszan támogatott rendszered van. És a Debian-nal szemben van kereskedelmi irány, lehet hozzávenni hivatalos kereskedelmi támogatást a Canonicaltól. Megkérik ők is az árát, de megkéri az összes többi kereskedelmi Linux gyártó is, nem is picit ezeket az árakat, de van, ha valakinek ez kell. Debianhoz nincs. Hivatalos, úgy értem, hogy aki fejleszti, mert egy közösség fejleszti. Nagyon jó cégek vannak a piacon, akik közösségi, meg open source szoftverekhez kiváló minőségű szolgáltatást tudnak nyújtani. Üzleti körökben sokszor jön az, hogy de nekem gyártói kell. Minek? Ő jobban ért hozzá basszus, mint a gyártó. Nem, akkor is. Na, erre egy válasz ez a rendszer. Na, és akkor mit adott az Ubuntu? A Mark Shuttleworth-nél, hogyha valaki itt már használt Ubuntu, valószínűleg mond neki valamit. Ugye, ki az, aki nem tudja, ő kicsoda? Oké, egy pár ember csak. Jó, alapvetően egy milliómos vagy milliárdos, nem tudom, attól függ, milyen pénznemben nézzük, a valami kulturálabb szó a rohatra, hihetetlenül sok pénze van. Volt már az űrbe is, tehát az is belefért neki a költségvetésbe, hogy kiugorjon. Na, ő fejébe vette, hogy már pedig a pénzét jó célokra fordítja, legalábbis ő ezt érezte jó célnak, és iszonyú pénzt nyomott abba a Canonical nevű cégbe, ami csinált egy tényleg olyan Linux disztribúciót, tehát az előbb láttad a kezeket, ha egy kicsit körülnéztél, ami iszonyú tempóba elterjedt. 2004 óta létezik. 2004, mióta van Debian? 93. 11 évvel a Debian megjelenése után, most 11 évvel ezelőtthez képest, betört úgy a piacra, hogy tarolt. Tehát valamit eltaláltak vele, de nagyon. Azt az igényt, hogy kell egy jó, könnyen telepíthető, gyakran frissülő Linux disztribúció a Linux kedvelőinek. Az üzleti világban nem tört be. Azon még nagyon küzd a Canonical, hogy az üzleti világba be tudjon törni. Van üzleti cég mögötte, mindehhez képest, ha körülnézel például a hardware piacon, és veszel egy hardvert, mi van odaírva, mit támogatnak, Red Hat sose. Márhogy Linux tekintetében most a többi oprendszer ide nem érdekes. Úgyhogy, és néha egy-egy hardvernél oda van írva, hogy Ubuntu. Ritkán. Most a szerver oldalt nézem. Tehát desktop gépen viszont nem fogsz látni mondjuk Dell notebookot a boltban Fedorával, vagy CentOS-sal, vagy Red Hat-tel, vagy SUSE-val. Ellenben Ubuntu-val igen. Tehát ott meg megvan. Tehát ezért mondom, hogy az Ubuntu inkább a desktop irány, habár én az LTS verzióit nagyon-nagyon szeretem szerveren, mert egyrészt, ha nem két év múlva raktam föl, hanem frissen, akkor utána 5 évig nem, vagy majdnem 5 évig nem kell hozzányúlnom már olyan szempontból, hogy disztribúciót frissítenem, mert amúgy kell, csak a frissítés tekintetében. Oké, elmarad a Red Hat-es, SUSE-s világnak a 10, vagy jó pénzért, mert ehhez képest még meghosszabbítható támogatási időszakától, de mindig sokkal jobb, mint mondjuk egy Debian két évente való frissítése. Oké, jó, ezt mondtam. Jó, ja, és neki is vannak sok variánsai. Tehát Debiannak volt sok variánsa, egy az Ubuntu-nak is van sok variánsa. A némelyik ilyen Kubuntu, Xubuntu, az ugye a desktop környezetben tér el, az Ubuntu-ba ugye Unity van.
Na ez egy egyedi Ubuntu fejlesztés, az egyike annak, amit csinálnak. Megosztotta erősen a közösséget. Ki az, aki szereti a Unity-t? Oké. És ki az, aki rüheli? Aha, értem. Na, én például szeretem. Valószínűleg lehet köze ahhoz, hogy megszólalásig hasonló ennek a gépnek a operációs rendszerének a felületéhez, és azt is megszoktam erősen. Azt kell mondjam egyébként, hogy amit ugye nem kell sokat vacakolni vele, ahogy kinéz, ahogy kezeljük, azt az Apple találta ki. És ebben ők nem hülyék, sőt. Tehát kevés dolog van, amit jól tudnak, de azt, hogy hogyan kell egy olyan rendszert csinálni, amit a felhasználók imádnak, azt nagyon tudják. Azt, hogy ez a rendszer jó vagy nem, azon lehet vitatkozni, de a felhasználók imádják. Na most ezt próbálta valahol az Ubuntu a Unity-val lemásolni, és azoknak, akik informatikusok. Oké, ki az, aki utálja a Unity-t, és nem informatikus? Oké, egy. Kösz. Csak a kontroll kedvéért, ki az, aki utálja, és informatikus? Jó, na. Nem ez most csalás volt, mert ha megkérdezném, hogy ki nem informatikus a teremben, valószínűleg szintén egy kéz lenne fel. Esetleg kell. De hogyan kell prezentálni valamit? Nyilvánosan arra ez egy jó példa volt. Na, a lényeg az, hogy az én tapasztalatom az, hogy egy felhasználónak odaadom, mint aki nem informatikus és nem érdekli, csak használni lesen, szereti. Úgyhogy ez nekik szól. Neked, informatikusnak, nem. Te tegyél fel te valami más, vagy tegyél fel mintet. Hát mit tudom én, vagy mint tudom én, vagy valami hasonló dolog. Na mindegy, a Kubuntu ugye KDS grafikus felületed a Unity helyett, a Xubuntu az XFCE-t, és hogy hívják az LXD-et, Lubuntu-nak gondolom ennek megfelelően. És még van egy csomó Ubuntu stúdió, ha valaki ilyen grafikai, videós munkákra keres rendszert, és lehet keresni egy csomót. Mindegyik alapja egy ugyanolyan Ubuntu, tehát nincs forkolva, csak az alap környezet más. A telepítő igazából, mert a csomagtárolókban minden ott van egyébként általában hozzá. Aztán van az a drága, szegény Linux Mint, ami egy külön világ, de ezt majd Kami elmondja utána, úgyhogy arról nem kell beszéljek. És akkor még a kedvencem az Enti állami szerver oldalon egy grafikusan, webes felülettel klikkelgetve kezelhető, kiváló kisvállalati szerver, ami szintén az Ubuntu-ra épül, és hozzáad dolgokat, de alapvetően ugyanúgy ott van egy Ubuntu alatta. És még lehet sorolni különböző változatait. Ja, és az Ubuntu Phone mostanság jelent ugye meg, lassan lehet venni, aki már unja az Androidot, és megint szeretne egy olyan rendszert, ami szép új, és még alig van rá szoftver, arra nagy. Jó, állítólag Android szoftvereket futtat. Mondjuk Linux az is, tehát össze lehet hozni egy megfelelő Android környezetet, hogy elinduljon benne, nem tudom. Mindegy, még nem néztem bele mélyen, ez megint egy új dolog és szép dolog. Na és akkor itt is még egy gyors mondat arról, hogy mit szeretek ebbe a rendszerbe. Azt szeretem benne, hogy ugyanazt részben, mint a Debianban. Tehát a kiváló, ugyanaz a csomagkezelője, ugyanaz a Deb csomagkezelő, gyakorlatilag ugyanolyan minőség, jó minőségű csomagokat kapok benne, úgyhogy ezzel nincs baj. A közösségi háttér azért itt is megvan, nagyon sokat dolgozik a Ubuntu-s közösség mögé, és a Canonical is nagyon sokat hozzáad a saját embereivel. Ott is hihetetlen lelkes emberek dolgoznak, legalábbis akikkel eddig találkoztam, azok mind tök jó fejek voltak, és lelkesen csinálják a rendszert. A gyors fejlődése, ugye desktop környezetben, de szerintem ez itt, aki használ Ubuntu-t, ezzel egyetért, hogy az tök jó, hogy fél évente van ebből új kiadás desktop környezetben, mert akkor így megkapom az új szoftvereket, nem kell egy-két évet várnom mind Debiannál mire, végre az új Firefoxot használhatom, vagy az új LibreOffice-t használhatom, vagy az új mit tudom én micsodát használhatom. Tehát ebből a szempontból egy jó dolog. A kiszámítható életciklusát is szeretem. Tehát fixen, fél évente van desktop kiadás, hozzáteszem, hogy átlag felhasználónak desktopon is LTS-t adok. Tehát neki nem kell fél évente új rendszer. Hallani se akar róla, köszöni szépen, jól el van stabilan. Hát, hogy olyan felhasználó, aki, tehát mondjuk XP-ről állítok most át,
akkor ő, és mondjuk mióta van XP használ, mikor jön meg az XP, tudja valaki fejből? Na, szóval valamikor a 2000-es évek eleje, vagy még egyesek szerint előtte. Na, 98 ugye az a 98, tehát a 2000, azt hagyjuk, a millennium edition-t azt hagyjuk, mind a utána jött az 2000-es évek elején az XP, tehát 10 évvel ezelőtti oprendszerről nagy nehezen vált, hogy nem akar fél évente új környezetet, higgyétek el. Tehát neki nagyon jó az LTS desktop. De az informatikusnak, aki akar, meg imádja ezt a gyors fejlődést. Mind a kettő megvan. Meg egy hosszú távú támogatás és kiszámítható életciklus, ezek megvannak, és ezek szerintem nagyon jó benne, ahogy az is, hogy ahol kell, ott lehet hozzá kereskedelmi támogatást venni, illetve amit mondtam, a hardware gyártóknál már azért ott a Canonical próbál lobbizni, hogy végre ezt is hivatalosan támogassák, és ha az ember mondjuk egy komolyabb storage rendszert akar használni, akkor tudja ezt Ubuntu-val is csinálni, mert lehet, hogy össze lehet hackkelni, de ha valami nem működik, akkor azt fogja mondani mondjuk az EMC, hogy bocs, én támogatom a Red Hat-et, és attól tartok az MCR CentOS-ra is azt fogja mondani, hogy bocs, pedig aztán ott az majdnem ugyanaz. Na, ennyi a dolog. Hál' Istennek ez halad, sajnos lassan. Jó, így nagy vonalakban gyorsan elmondva, hogy én mit szeretek, meg mit tartok jónak ezekről a rendszerekről elmondva,